Komáromi Tibor, háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes birkózó érkezett tegnap délután nyársapátra, a község testületi ülésére. Látogatásának apropója az volt, hogy tolmácsolja az idén száz éves Magyar Birkózó Szövetség köszönetét. Minden olyan települést felkeresnek, ahol működik birkózó illetve azokba a kiskösségekbe is ellátogatnak, ahol kihelyezett edzések vannak. Az embereknek céljaik vannak. És valahol, hogy ezt a célt elérjék, meg kell születni természetesen a lehetőségek. Jóval nagyobbak a nagyobb városokban, de hogyha van tehetség, akkor semmiből nem tart ceglédre, mert, hogy úgy fejezem ki, egy pár kilométerre van, bejuttatni a gyereket, hogy tovább lépjen, ott a bizonyíték ceglédről van egy olimpiai arany, olimpiai ezüstérem, és hát világbajnokságok, meg, meg minden, minden, ami kell. Nyársapáton a ceglédi birkózó szakosztály edzésein vehetnek részt a gyerekek, az ehhez szükséges támogatást pedig igyekszik megadni a település. Például egy kis busszal is segítik munkájukat, melyel a gyerekeket eljutatják a versenyekre, mondta a polgármester. Én úgy érzem, hogy bármilyen, bármit támogatunk, ami sportról szól, és a birkózás különösen, különösen úgy mondjam, itt a nyáspáton meghonosodott régen, mert... E, e, Soltész, Laci bácsi, bácsi valamikor a nyárspárti ültetőség volt, itt birkozó volt személyen, de itt ide kötődött nyárspártot, vagy itt volt a Ráz, Ráz Dóri, aki szintén magyar bajnok volt, tehát most is vannak ifjúsági magyar bajnokaink, és én úgy gondolom, hogy most is van például kis csontos család, négy fiúval rendszeresen bírkoznak. de úgy érzem, hogy ez nagyon jó elfoglaltság. Ahhoz azonban, hogy olyan szép sikereket érhessenek el a sportolók, mint például a Lőrinc testvérek, rengeteg munkára, kitartásra, akaratra és támogatásra van szükség, mondta Komáromi Tibor. Nyársapát sportágba fektetett energiáját és támogatását egy centenáriumi díszok levéllel ismerte el a szövetség, valamint megköszönte Pap Ferenc edző lelkes munkáját is, melyel az új tehetségeknek segít, hogy minél szebb sikereket érjenek el.